A 28. Európai Bordal Fesztivál valójában már a 32. esemény, mert volt közben 4 világfesztivál is. Az Európai Bordal Fesztivál sorozat Pécs városának a legrégebbi, minden évben megrendezett nemzetközi kulturális eseménye. Idén Olaszországból, Szlovéniából, Ausztriából érkeztek együttesek, mondta Lakner Tamás Lisztdíjas karnagy, a Bartók Béla férfi kar karnagya. Ami egy különlegessége, tavaly kezdtük el a Bordalnok énekversenyt, azzal a céllal, hogy a fiatalokat is bevonjuk, hiszen ez a Bordalnok énekverseny 18 és 30 év közötti korosztálynak került meghirdetésre, és 3 kategóriában versenyezhetnek a résztvevők. Van egy opera, operett, musical, van egy folklor kategória, és van egy úgynevezett énekelt vers és világzene kategória. És most már jóval többen jelentkeztek, mint tavaly. Például nagyon jó a színvonal. A fiatalokat is megérintette ez a felhívás a fesztiválon való részvételre. Lakner Tamás értékeli ezt, hiszen szerinte nagyon fontos, hogy a fiatalság is közel kerüljön az értékes borfogyasztáshoz. Ha mindezt fiatalok népszerűsítik fiataloknak, akkor ez egy jó kezdeményezés, a Lisztdíjas karnagy szerint. Egy másik különlegességet is említett. Egy történelmi pillanat, mert ilyen még nem fordult elő, hogy egy vegyes kar is felléphet ezen a fesztiválon. Hát körülbelül 10 éve már rálják a fülemet az osztrák barátaim, hogy ők csak vegyes karuk van, és hogy hagyj jöjjenek el. De elég úgy tartottam magam, és nem, maradjunk csak. Most legyengültem, vagy elgyengültem, és most van egy vegyes kar is a fesztivál. Nem tudom, hogy ez folytatódik-e vagy sem, de most ez egy ilyen különleges esemény, hogy nem csak férfi kórusok énekelnek, hanem vegyes karok is. Kovács Boglárka, a Villánysiklósi Borút elnöke a gála koncert előtt elmondta, az idei évben is egy nagyon színvonalas programcsokrot sikerült létrehozni ezzel a rendezvénysorozattal. Ezért mindig nagyon hálásak vagyunk a Pécsi Férfi Kar Alapítványnak, mert azt gondolom, hogy itt Tamásék évről évre mindig valamilyen újdonsággal fűszerezik meg ezt a kulturális programcsokrot, és idén sem történt ez másként. Ugye itt vannak nyilvánvalóan a nemzetközi kórusok, akiknek mindig nagyon örülünk, nem csak azért, mert amikor hazautaznak, akkor a Villányi Bor jó hírét is elviszik magukkal, de azért, mert mindig tényleg nagyon egyedülálló élményekkel gazdagítanak minket is. A Zengő Együttes ugye fellép mindig itt a program keretében, nagyon szeretjük őket, ennek a népi kultúrának a hagyományőrzése és az átörökítése. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos feladat, különösen ma. Azt hiszem, hogy ez egy óriási dolog, hogy ők ezzel olyan színvonalon foglalkoznak. Vasárnap a Pécsi Széchenyi téren a bor és dal ünnepén szüreti felvonulással, borkóstolással és a népek bordalai és táncai rendezvényel zárták a programsorozatot.